Magyarország megbízott és rendkívüli nagykövete dr. Pintér Attila magyar kanizsán járt. Az önkormányzat előjáróival találkozott, ahol tanácskozást tartottak. Beszélgetésük három témát ölelt fel: a migránsválság pillanatnyi helyzetét, a Prosperitáti Alapítvány sikereit községünkben és a gazdasági együttműködést. Egyébként maga a gazdasági együttműködés az arra vezethető vissza, hogy mind a szabadkai főkonzulátus, mind pedig a belgrádi nagykövetség részéről aktívan dolgoznak a konzulátus és a nagykövetség munkatársai azon, hogy minél jobban megismerjék Vajdaság és Szerbia lehetőségeit a magyar vállalkozók, és természetesen meg ők képezzék azt a hidat, ami esetleg összekapcsolhatja a mi itthoni vállalkozóinkat a magyarországi vállalkozókkal. Ami konkrétum, és ami egy kicsit változtat az eddigi hozzáálláson és az eddigi kommunikáción, az az, hogy mindkét oldalon megjelent a munkanélküliség, akármennyire is érdekesen hangzik ez most pillanatnyilag. A gazdasági témák mellett több kérdés is felmerült, például hogyan lehetne kapcsolatot és hidat találni a vállalkozók és az oktatási intézmények között, hogyan tudnának együttműködni a felnőtt képzések területén. A megbeszélést követően a nagykövet és a polgármester látogatást tett két nyertes pályázónál, akik a Prosperitáti Alapítvány által meghirdetett pályázaton sikeres elbírálásban részesültek. A kishomoki Szabó Szabolcs földműves egy felszerelésre pályázott, a körbálázáshoz. Nagy segítséget jelent, hisz a gazdaság fenntartásához és annak jó működéséhez szükséges a korszerű felszerelés is. Ezt követően a magyar kanizsai futócsaládot látogatták meg, ahol tavaly novemberében kislányuk mellé három fiúcska érkezett. Egy családi házat sikerült nekik megvásárolni a Prosperitáti Alapítvány által. Én azt gondolom, hogy mindkét család megérdemelte ezt a támogatást. Az egyik, hogy egy mezőgazdasági vállalkozó úriember volt és a családja, a másik pedig egy többgyermekes család, akiknek az egyik fő célja az, hogy helyben maradjanak és helyben boldoguljanak. Magyar Kanizsa községben is nagymértékű volt a sikeres pályázók száma. 70-80%-os volt a nyerési arány magán az alapítványon belül, így ez Magyar Kanizsa községre is ilyen formában csapódott le. Magyar Kanizsa község területén majd 150 millió dináros értékű forgalom vagy beruházás érkezett a község területére. Én úgy gondolom, hogy ez jelentős segítséget nyújtott mindenkinek. Megtekintették a vásárteret és az ott folyó munkálatokat, ahol szóba került a migránsválság pillanatnyi helyzete is. Én azt tapasztaltam, hogy Magyar Kanizsa, az akkori vezetés mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a helyzetet kezelje. A jelenlegi vezetés pedig folytatja ezt a kiváló munkát. Amit én itt láttam a vásártéren, az engem lenyűgözött, és nagyon remélem, hogy a helybeli lakosok, a magyar kanizsai lakosok minél előbb birtokukba vehetik majd újra a vásárteret.